Támadás. Power kapitány és a jövő katonái. A Hungaro videó filmje. A Föld 2147-ben a fémháború után. Az ember megvívta harcát a gépekkel, és a gépek győzedelmeskedtek. Fémlények, félelmetes monstrumok tartják kezükben a hatalmat. Túlélőkre vadásznak, és digitalizálják őket. Vulkánia, a fémlények birodalmának központja, a félelem urának Lord Dreadnek elődje. Innen irányítja a retteget vezér az új világot. De a fémháború lángjaiból a harcosoknak egy nagyszerű csapata nőtt ki, akik arra szövetkeztek, hogy megdöntsék a félelem urának, Lord Dreadnek a birodalmát. Ők voltak a jövő katonák, az emberiség utolsó reménysége. A vezetőjük Jonathan Power kapitány, a fantasztikus energiapáncél feltalálója. A legénység tagjai Matthew Masterson őrnagy, Hawk, avagy Sólyom a légiharcos, Michael Ellis hadnagy, más néven Tank, a szárazföldi hadműveletek irányítója, Robert Baker őrmester, a cserkész, a hírközlés felderítés irányítója, és Jennifer Chase Tizedos becenevén a pilóta, a támadó fegyverek kezelője. Ők öten képviselték a Föld addigi történetének leghatékonyabb harci erejét. Célkitűzésük, hogy megvédelmeznek minden emberi életet. Fogadalmuk, hogy véget vetnek Lord Dread uralmának. Power kapitány és a jövő katonái. A Hungaro videó filmje. Mindenki a helyén van. Indulhat az akció. Darabokra törve. Írta Larry Altelio. Rendezte Mario Azzopardi. Legyen ez egy emlékezetes nap. Minden terv szerint megy. Indulunk be. Lejárat lezár. További utasítás 6 órán át zárva van. Scout, bent vagyok, de nem tudok kijutni egyedül. Mi történt? Lezárták a rendszert. Bent ragadok. Legközelebb 6 óra múlva nyílik ki. Adj jelt, amint felszerelted a szerkezetet. Kihozunk, mielőtt robban. Remélem, tényleg így lesz, kapitány. Elfogni és likvidálni. Oké, kapitány, felszereltem. Úgy néz ki, hogy felfedeztek. Riadó, riadó, általános riadó. Ellenség hatott rá a rendszerre. Általános mozgósítás. Minden egységet a 17-es szektorban. Riadó, riadó. Védelmi és elhárító rendszer aktivizálni. Hang, te balról támadsz. Sólyom, te jobbról. Fel kell robbantanunk a bejáratot. 30 másodpercünk van rá. Gyerünk! Kapitány, mi lesz már azzal a kapuval? 30 másodpercem sincs a robbanásig. Dread katonái a sarkamban vannak. A kiárat irányába mozog. Mindenki utána. Likvidálja.
Mi van veled, Sólyom? Öregszel? Ne beszélj marhaságokat, fáradt vagyok és kész. A férfiunk a bejárat térségében. Tűz, likvidálj! Mire vártok még, fiúk? Nyugalom, Scout! Menj el a kaptól, számolj ötig! 1, 2, 3, 4, 5 Hol van, Scout? Után! Juhi-háj! Dreadnek azt hiszem lesz, mi rágódnia. Alig állok a lábamon, mehetünk haza végre. Mondom neked, hogy öregszel, Sólyom. Pilóta! Igen, kapitány. A feladatot végrehajtottuk. Már is lenn leszek. A Kárláterv 50%-os készültségsokon áll. A Prometheus változ 60%-ot üzemel. Az Icarus objektum további beruházást igényel. A támadás sorozat folytatódik. Felrobbantották az ETA alkuszpontot. A behatoló objektumok azonosítása megtörtént. Power kapitány és emberei. Szóval már megint. Mennyi késés jelent ez az új világrend felépítésében? Mintegy 3-4 hónapot. Power megint keresztül húzta a számításaimat, a terveimet. Le kell állítani. Aktiválni a digitalizáló rendszert. Talán Power múltjában megtalálom a megoldást az én problémámra. Aludjatok! Majd holnap megbeszéljük a tennivalókat. Pihenünk. Egy ilyen laza nap után, mint a mai. Szerintem nagyon is ránk fér. És rád is fér, kapitány. Jó, még van egy kis dolgom. A laza nap, azt hiszem kezdesz bedilizni. Volt valami érdekes ma? Dreadék részéről semmi. De fogtam egy ismétlődő üzenetet az ellenállás adóján. Neked szól, Power. Bizalmas üzenet Jonathannak a lóval a futó elé. Atina Samuels. Találatot kapott? Nem, csak egy üzenetet. Milyen bolygóról? Honnan adták le azt az üzenetet? A 19-es szektorból. Valaha San Francisco volt. Egybevág. Ott találkozunk. Mentor? Itt vagyok, kapitány. Meg tudná határozni az adás pontos helyét? A belváros, az egykori város központja. A nyugati part ellenállási mozgalmának bázisa volt, míg Dredd szét nem rombolta. Mondd meg a többieknek, hogy oda megyünk. Figyeld a monitort. Pilóta! Tina az apám asszisztense volt. Okos lány volt. És gyönyörű. Minden pénteken találkoztunk a városi könyvtárban. Beszélgettünk, vitatkoztunk. Sakkoztunk. Sosem tudtam neki mattot adni. Barátok voltatok? Egy darabig. Aztán jött a háború, elszakadtunk egymástól. Később belépett az ellenállásba. Ha Dredd felégette az egész nyugati partot, akkor... Biztos, hogy él. Más nem küldhette azt az üzenetet. Ezt csak mi ketten értjük. Senki más nem tudhat róla. San Francisco. Nem tudom elhinni, hogy így elpusztult. Fémlények nincsenek a láthatáron. Energiapáncéllal szállunk le? Nem, most még ne használjuk. Jelenleg semmi sem fenyeget. Később még szükség lehet rá. Szállj le, ahol tudsz. Igen. Abból az irányból jön a jel. Vettem. Te maradj a kompnál. Figyeld, nem jön-e fémlény. Rendben. Légy óvatos. Thank you.
Japán célt fel! Figyelmeztetés! Az energiaszint a maximum 33%-án áll. Csak így lehet nyerni. Na, majd meglátjuk. Mindig ezzel nyitsz. Örülök, hogy látlak, Johnny. Tina, hogy... Bocsáss meg, Johnny, de így a legjobb. Figyelmeztetés! Az energiaszint veszélyesen alacsony szintre süllyedt 15%-ra. A rendszer tartalékon üzemel. A 618-as organikus egységbe beépített szubkután jelzőkészülék jelentést adott le. Az akta neve Athena Samuels. Az egység megsemmisítési akciót kísérelt meg Power kapitány ellen. A parancs az volt, hogy élve fogja el. Megmerte tenni. Vártam, hogy így lesz. Szoron! Igen, uram! Kövesd a 658-as organikus egység jelzéseit. Ha megvan, szükség esetén kiiktatható. De Power kapitányt mindenképpen hozd ide. Értettem, uram! Az energiaszint már 10%-ra csökkent és egyre süllyed. A rendszer működésképtelenné válhat. Azonnali újratöltés szükséges. Igen, azt észrevettem. Már nem olyan könnyű engem legyőzni, Tina. Soha nem is volt, Johnny. Sólyom hívja Szöcskét. Szöcske, jelentkezz. Pilóta, hallasz engem? Itt Sólyom. Szöcske, jelentkezz. Sólyom hívja Szöcskét, jelentkezz. Pilóta, itt Sólyom. Sólyom hívja Szöcskét, jelentkezz. Jelentkezz, pilóta, válaszolj. Válaszolj! Itt pilóta! Csapdába csaltak minket! Engem elkábítottak, nem tudom, hol a kapitány! Keresd meg! Pilóta, szedd össze magad! Már is indulunk oda! Közeledem a 19-es szektorhoz!
Keresd meg a nőt. Pyre ott lesz a közelben. Sajnálom, Johnny. De hidd el, jobb lesz így. Mindkettőnknek. Miért, Tina? Legalább mondd meg, miért? Részt vettem az ellenállásban. És jöttek. Azok a lények. Mindenkit kinyírtak. Majdnem mindenkit. A szerencséseket. Az ellenállók közt volt én látva? Akkor alá kell vetnie magát a gépek akaratának. Digitalizált. És akkor ott voltam bent. Bent a gépben. Tudod, milyen érzés az, amikor megérint? Csupa fém és acél, de hatalmában tart. És tud minden titkodról. Arról is, amit szégyelsz. Amit gyűlölsz. Amit szeretsz. Mindenről tud. És addig gyötör a tudásával, amíg csak... Dredd azért küldött, hogy oda vigyelek hozzá. Hogy oda csaljalak. Csak egyet tehetek. Értsd meg! Erőtlen kis lázadási kísérlete! Csődöt mondott, kapitány! Gyere! Ne! Johnny, ne! Jobb, ha meghalunk! Ne! Ne! Jobb élni! Nem! Csak Dredd akarja, hogy azt hidd. Nem, Johnny! Nem sejtheted, hogy milyen ott bent. A gép besejében! Nem bírom ki még egyszer, nem bírom! Olyan egyedül voltam. Nem leszel többi egyedül, ott leszek veled. Bízzál bennem, legyőzzük őket, együtt legyőzzük őket, de nem szabad feladnunk. Nem szabad feladnunk. Bízzál bennem, Tina. Megvan Pavel és a lány! Várom a parancsot! Szoríts magadhoz. Szoríts erősen. Érthetetlen, patetikus jelenetet látom. Digitalizáld mindkettőjüket. Megkezdem a digitalizálást. Gyorsan tűnjünk el innen. Pillanatokon belül itt lehet az erősítés. Dredd beépítette a bőre alá. Mindenkinek ez a sorsa, aki nem hódol be. Jelző és hangátvívő. Aranyos. Meg kellene semmisíteni. Fel vagyunk szerelve zavaró készülékekkel. De ha ettől jobban érzed magad. Én jobban érzem magam. Játszunk egy partit? Gyere!
Johnny, amit az előbb csináltam, azt... azt... Már vége. Holnap elviszünk a bázisra. Ott majd segítenek rajtad. Most már biztonságban vagy. Hogy én? Soha. Tudom, hogy... Tina! Annak vége. Megértelek téged. Jobban, mint valaha. És Dredd meg fog fizetni mindazért a szenvedésért, amit okozott. És most Tina... A lóval kijövök a futó elé. Támadó állás. Csak így lehet nyerni.